kettős látást tapasztalsz? Ez lehet a szklerózis multiplexnek jele is. Tehát a szklerózis multiplex egy krónikus, autoimmun eredetű idegrendszeri betegség, amelyet az ideg rostokat körülvevő mielin hüvely gyulladása jellemez. Ez a károsodás érintheti a kognitív, érzelmi, motoros, érzékszervi vagy vizuális területeket, ezért igencsak komplex képet mutathat. Mi is a szklerózis multiplex? Ugye ez egy autoimmun betegség, ami a központi idegrendszert érinti, az agy és a gerincvelő idegrostjait, egy ilyen védő burok, az úgynevezett mielin hüvely borítja, ami szklerózis multiplex során károsodik. A mielin hüvely jelentős szerepet játszik az ingerület vezetésben, neki a segítségével gyorsabb lesz az információk szállítása a test különböző pontjai között az idegrostoknak a mentén. A mielin hüvely azért károsodik, mert az immunrendszer tévesen veszélyesnek vagy idegennek ismeri fel és megtámadja. A mielin hüvely károsodása lassabb ingerületvezetést, vagy az ingerületvezetés blokkolását okozhatja. Na most a mielin hüvelyt az elektromos vezetékek szigető burkolatához lehet hasonlítani. Sérülése esetén ugye a benne futó elektromos ingerületek lelassulhatnak, vagy nem is továbbítódnak, sőt maga az idegpálya is sérülhet. Az immunrendszeri támadás hatására, ugye ez a mielin hüvely kis foltokban begyulladhat, ami az MRI vizsgálaton láthatóvá is válik. Ezek a gyulladásos léziók lelassíthatják, vagy rossz irányba küldhetik, vagy teljesen meggátolhatják az információk, például egy izommozgásnak a parancsának az áramlását. A szklerózis multiplexnek több típusa is létezik, és a különböző típusokban változó, hogy milyen gyakori vagy állandó-e a gyulladás. Sok esetben az immunrendszer reakciója hullámzó. Időnként csillapodik a támadás, ugye a mielin hüvely ellen, ilyenkor a gyulladás is elmúlik, viszont a mielin hüvelynek a hegesedése és maradandó károsodás ugye visszamarad, és ez tud még okozni tüneteket. Ezek a folyamatok pedig változatos tüneteket okoznak. Tesszelte, többek között megjelenhet látászavar, fáradtság, a járás és az egyensúlynak a megtartásának a nehézsége, valamint a karok, a lábak zsibbadása, vagy akár a gyengesége is. Ugye a tünetek azonban nagyon változóak lehetnek, változóak beteg és beteg között is, függenek ugyanis a központi idegrendszerben lévő idegrost károsodás helyétől és súlyosságától. A súlyos szklerózis multiplex betegek egy része elveszítheti az önálló járásnak a képességét is, míg mások a szklerózis multiplex típusától függően hosszú ideig tartó új tünetek nélküli remissziót tapasztalhatnak. Na most a szklerózis multiplex világszerte majdnem 2 millió ember életét érinti, és bármely korosztályban kialakulhat, de a fiatal felnőttek és a nők körében azért gyakoribbnak számít. A szklerózis multiplex többféle formában is megmutatkozhat. Progresszív típus esetén az új tünetek folyamatosan fejlődnek ki az idő múlásával, míg a rosszabbodó, javuló típus hullámzó lefolyás formájában jelentkezik. A szklerózis multiplex kialakulásában a többi autoimmun betegséghez hasonlóan fontos szerepet játszik a genetikai háttér, de a környezeti faktoroknak is szerepet tulajdonítanak. A napfény és a D-vitamin hiánya is szerepet játszhat a szklerózis multiplex kialakulásában, ugyanis gyakrabban fordul elő a betegség az északi országokban. Na most a dohányzó embereknél körülbelül 2-szer nagyobb valószínűséggel alakul ki szklerózis multiplex, mint a nem dohányzó, vagyis ez egy erős rizikófaktornak számíthat. Aztán azoknál is megnövekedett a szklerózis multiplex kialakulásának a kockázata, akik elhízottak voltak
tizenévesen. Feltételezik azt is, hogy az Epstein-Barr vírus által okozott fertőzések is állhatnak esetleg a téves immunrendszeri válaszreakció hátterében, azonban a szklerózis multiplex patomechanizmusának megértéséhez és bizonyításához még ennél sokkal-sokkal több kutatásra lenne szükség, tehát ezek egyik sem tényként bizonyítottak. Jó? Tehát a korfolyamatban viszont az immunsejtek központi szerepe bizonyított, tehát megtámadják az idegek mielin bevonatát alkotó sejteket, és elpusztítják azokat, ezáltal kommunikáció zavar lép fel az agy és a test többi része között, és az idegek akár véglegesen is károsodhatnak, vagy sérülhetnek. Ugye a szklerózis multiplex tünetei gyakran a mozgással kapcsolatosan jelentkeznek. Ugye jön a zsibbadás, egy vagy akár több végtagon érzett zsibbadás. Ez egyszerre általában ugye a törzs egyik oldalát, vagy a lábakat és a törzset érinti. Aztán elektromos ütés érzése, ami gyakran a nyak mozgatása után következik be. Aztán remegés, koordináció hiány, bizonytalan járás, aztán a látás zavarok is elég gyakran jelentkezhetnek, részleges vagy teljes látáskiesés, általában ez egyik szemen szokott zajlani, aztán gyakori fájdalom a szem mozgatására, aztán hosszabb ideig tartó kettős látás, illetve homályos látás is jelentkezhet. Egyéb tünetek lehetnek még az elkent vagy homályos beszéd, a fáradtság, a szédülés, a kognitív problémák, a hangulati zavarok, a depresszió, ugye a bizsergés, áramütésszerű érzés vagy fájdalom a test különböző részén, aztán gondok a bél és hólyag működéssel, előfordulhat ugyanis, hogy gyakrabban vagy éjszaka is vizelési inget érez a beteg vagy az illető, vagy hogy nehezen ürül ki teljesen a hólyagja. Aztán a székrekedés is egy szintén gyakori panasz, illetve gondok adódhatnak a szexuális funkciókkal is. Ugye a szklerózis multiplex a nőknél hüvely szárazságot, a férfiaknál pedig merevedési problémát okozhat. A szklerózis multiplex diagnózisa rendszerint a meglévő panaszok, a tünetek, valamint azokat alátámasztó orvosi vizsgálatok alapján történik. Tehát a típusai alapvetően ugye négy típusba sorolhatóak, de vannak emellett még nagyon ritkán előforduló típusai is. A szklerózis multiplex típusai tünetek jellege és a betegség klinikai lefolyása alapján került meghatározása. Ez alapján a szklerózis multiplex ugye a következő négy típusba sorolható. Van a klinikailag izolált szindróma, ez még a kezdeti, nem teljesen bizonyított szklerózis multiplex esetét jelenti. Akkor mondható ki, ha a betegnél először jelentkeznek a szklerózis multiplex jellemző tünetei, de még nem teljesülnek a szklerózis multiplex kritériumai. Tehát a tünetek hátterében már itt is az immunrendszer okozta gyulladás és a mielin károsodása áll, és az állapot a szklerózis multiplexbe mehet át. Aztán a következő a relapszáló, remittáló szklerózis multiplex, RRMS, ez a rövidítése. Ugye ez a szklerózis multiplex leggyakoribb típusa. Az esetek nagy része ebben a formában kerül felismerésre. Ilyen esetben egymást követi tünetek a fellángolása, ugye ez a relapszus vagy roham, és a remissziós időszak, amikor a tünetek stabilizálódnak, vagy elmúlnak, ugye megjelenhetnek új tünetek, vagy visszatérhetnek csak a régiek a rohamok esetén. Aztán a következő a szekunder progresszív szklerózis multiplex, ez az SPMS, hogyha itt találkoztok vele. Sok esetben az RRMS, amit az előbb említettem nektek, az megy át ebbe a formába. Ez a szekunder progresszív szakaszában az egyre kiterjedtebb az idegkárosodás, és a tünetek fokozatosan súlyosbodnak. Továbbra is előfordulhat néhány visszaesés vagy fellángolás, de a remissziós időszakok már csak ritkábban fordulnak elő.
És van a negyedik, az elsődlegesen progresszív szklerózis multiplex, ez a PPMS. Egyes esetekben a szklerózis multiplex tünetei lassan kezdődnek, és a kezdetektől fogva fokozatosan romlanak, egyértelmű kiújulások vagy remissziós időszakok nélkül. Na most, hogy hogyan mutatják ki ezt a betegséget. A szklerózis multiplex diagnózisa egy kizárásos diagnózis, mert nincsenek kellően szenzitív és specifikus diagnosztikai eljárások vagy vizsgálatok, mégis van a neurológusok kezében pár módszer, amik segíthetnek kimutatni a szklerózis multiplex fennállását. A legtöbb esetben a javuló, rosszabbodó klinikai tüneteket produkáló szklerózis multiplex diagnózisa viszonylag egyértelmű, amelyet a képalkotó diagnosztika, az MRI is meg tud egyébként erősíteni. Ugye a következők lehetnek ezek a vizsgálatok, gerincsapolás, ugye lumbálpunkciónak hívjuk, amikor is egy kevés mintát vesznek a gerinc folyadékból, termelődött antitesteknek a kimutatására. A lumbálpunkcióból nyert minta segíthet a fertőzésektől, vagy egyéb az SM-re emlékeztető kórképektől való elkülönítésben is. Tehát azért veszük, megnézzük, hogy vannak azok az antitestek, illetve hogy elkülönítsük a többi betegségektől, amik esetleg ilyen tüneteket produkálhatnak. Aztán MRI, képalkotó módszer, ami megmutatja a sérülések pontos helyét az agyban és a gerincfelőben, ugye, amiről beszéltem ezekről a léziókról. Aztán kiváltott potenciálteszt, ami az idegrendszer által specifikus idegekre adott elektromos válaszokat, ezáltal az inger vezetés esetleges lelassulását rögzíti. Ugye ezek lehetnek a kimutatására, hogy hogyan mutatjuk ki. A kezeléséről egy pár szót, ugye a szklerózis multiplex sajnos ma még egy gyógyíthatatlan betegség. A kezelés az újabb rosszabbodások megelőzésére és a tüneteknek az enyhítésére irányul, valamint cél a betegség előrehaladásának a lelassítása és az életminőségnek a javítása nyilván. Hazánkban mintegy 8000 szklerózis multiplexes beteg van, ugye akiket egy ilyen 32 hazai SM centrumban gondoznak szakemberek évtizedeken át. A szklerózis multiplex kezelésének legfontosabb eleme a speciális SM centrumokban alkalmazott úgynevezett immunmoduláns kezelés. Ennek a lényege, hogy az akut rosszabbodások idején kortikoszteroid tartalmú infúziót kap a beteg. Ugye a vérplazma csere, ez a plazmaferezés, a szteroid kezelése nem reagáló rosszabbodásokban szokták alkalmazni. Adhatóak továbbá gyógyszerek is a szklerózis multiplex tüneteinek enyhítésére, a fáradtságra, izomfeszülésre, depresszióra, vizelési vagy szexuális problémáknak a csökkentésére. Ezek a gyógyszerek nem befolyásolják egyébként a betegségnek a lefolyását, de segítenek a tüneteknek az enyhítésében, így elviselhetőbbé teszik ezt a betegséget. Érdemes nagyfokú fáradtságot is kezelni, ugye rendszeres életvitellel és egészséges alvási szokásokkal, mert ez az egyik leggyakoribb tünet a szklerózis multiplex esetén. Na most, hogy milyen gyógynövényekkel lehet besegíteni, az első ilyen a csalán, ugye a csalán kapkodás, vagyis az urtikáció jó hatással van az ízületekre és az immunrendszerre. Egyes természetgyógyászok a szklerózis multiplex kezelésére a mély csipést is ajánlják. A csalán hasonló reakciót válthat ki a szervezetből, mint a mély csipés, hiszen a szervezetben hisztamin szabadul fel. Éppen ezért azok, akik allergiásak vagy szénanáthával küzdenek, ne válasszák az urtikációt betegség kezelésére, hanem valamilyen más, nyugodtabb módszerrel próbálkozzanak. Jó, aztán áfonya olyan hatóanyagot tartalmaz, amelyek segítenek megakadályozni az idegrostokat körülvevő velős hüvelykárosodást. Mindemellett csökkentik a gyulladásokat, ezáltal segíthetnek mérsékelni a szklerózis multiplexnek a tüneteit is. Aztán következő is egy gyümölcs, tök jó, hogy ezek pont ilyen finom gyümölcsök szerintem. A következő az az ananász, az is szerintem egy iszonyatosan jó gyümölcs. Az ananász ugye pankreatint és bromelint
tartalmaz, ugye ezek ilyen fehérjebontó enzimek, ezek az enzimek csökkentik a szervezetben a gyulladásokat és az immunkomplexek szintjét, ezek a vérben keringő immunkomplexek ingerlik az immunrendszert a szervezet megtámadására, és ezáltal sérülnek a szövetsérülések, ezáltal jönnek létre igazából. Aztán a következő is egy gyümölcs, a fekete ribiszke. Ugye a fekete ribiszke olaj az gamma-linolén savat, GLA-t tartalmaz, ami eredményes lehet a szklerózis multiplex kezelésében. Ugye GLA-t tartalmazja a ligetcépe olaj is, ezért ugyanolyan hatékonysággal bír, mint a fekete ribiszke olaj. Ugye David Hoffman, brit természetgyógyász kifejezetten ajánlja a ligetcépe olajat szklerózis multiplex enyhítésére. Illetve jó még a kövérporcsin, az szerintem nagyon-nagyon sok helyen megtalálható, csak nagyon kevesen ismerhetik. Nagyon sok helyen dudvaként vagy gaszként kezelik, képzeljétek el. Magnéziummal sokat tehetünk a szklerózis multiplex megelőzéséért és félhetően kezeléséért is. Tehát a kövér porcsin nagyon sok magnéziumot tartalmaz, úgyhogy ajánlom nektek figyelmetekbe. És végül a fahéj. Ugye a fahéjban vannak gyulladásgátló összetevők, amelyek gátolják a gliasejtek aktiválódását. Egy pohár tejben, teában, vagy egy kevés mézben feloldott, őrölt fahéj is pluszban segíthet. Remélem, hogy tudtam nektek egy kis hasznos információt adni ezzel a betegséggel kapcsolatban. Hogyha igen, akkor lájkoljátok, osszátok meg, hogy más is tudjon róla, és iratkozzatok fel a csatornákra, legyen nagyon szép napotok, sziasztok!